Biztos úr, na, csak egy pillanatra, ha szabad. Erőt, egészséget. Én... Kis Robert. Nagy százados. Két hete járok itt a Bahalújza téren, gyönyörűen tiszta. Amióta maguk megtisztították a tereket ettől a söpredéktől, azóta én biztonságban érzem magam. Igen, és közlekedem. Ezt mi is így gondoljuk. Kemény munka volt, de megérte. Köszönöm. Na most nézem csak oda. Ez egy életvitelszerűen tartózkodó személy. Ő nincs itt. Ő csak lehajolt megkötni a tüzéjét. Te uram, én... Nyugodjon meg, a teret megtisztítottuk, sehol egy hajléktalan. Ez a népfőiskola. Egyik olyan órájára jövünk most, amit kivételesen én tartok, szóval ma fordulok ott. A Felcsúti Annalista Színház rendhagyó impro órája, de nem kell megtörténté tenni egy történetet, hanem észre kell venni, amikor történik. Mindenki megyünk körbe, mindenki mond egy szót, és Réci az első dolgot mondjátok, ami eszetekbe jut. És ez azért fontos, hogy cenzor nélkül megtanuljuk az első dolgot először csak kimondani, aztán később a jelenetben meg is cselekedni, ami eszünkbe jut. Hallottam a múltkori óra után valaki mesélte, hogy ő tanulta egy impróórán, hogy tilos káromkodni. Nem lehet megtanulni az imprót, hogyha bizonyos dolgokat letiltasz, hogy ezt nem szabad, kb. Ez a lényege. Szoknya. Cső. Ás. Kapa. Rács. Fogó. És letoljuk magunkat hátra. Nem is leenged. Te mit keresed? Hát itt lakom. Igen? Igen. Te kurvára zavar mindenkit vágod. Zavar. Aha. Mit engem például, hát meg engem akkor zavar, anyámat is. Azt itt csövezel ide, hogy aztán múltkor is, azt hát nekem meg hova? Dumálok közös akkor képviselő. Mondja meg, hogy hova menjek. Hova? Hát, ott vannak a hajléktalan ellátók, van egy csomó, lehet ingyen ételt adnak, érted? A kormány mindent megad neked, bazd meg. Minden. Hát kihívom a rendőrt a gecibe most már. Ne, kérem. De kihívom a rendőrt. Itt a Blaha mellett. A Blaha mellett. A Husztár utca mellett? A Blaha? Az a Blaha? Az. Hét törpe. Az. Maga rendőr? Jó. Persze, hogy rendőr vagyok. Milyen kérdés ez, jó? Volt szíve, mert a te érdekedre csinálom ezt az egészet, hogy legyen normális életed, érted? Na, azt hát már köszönöm leteszem. Szépen. Jó van benne? Napot kívánok. Jó napot. Hát mi a helyzet? Az, hogy itt van ez a tagos, külföldi, hajléktalan. És nem akarunk. Nem vagyok én hajléktalan, csak itt elfáll. Itt van ez a hajléktalan? Igen. Itt van? Igen. És hol van hajléktalan? És mióta hajléktalan maga itt? Mi vagy te? Külföldi rendőr? Nem fog fájni. Fölrakok egy rossz csúlyát, le lesz majd. Azért, mert rosszul voltam. Rosszul? Igen. Hát voltam ilyen terápián, meg minden. Komolyan, esküszöm. Hát ilyen nem, pszichoterápiának hívják. És viszket még a faszom? Viszket! Voltam orvos már! Azt mondta Tripper. Ez benne szórakoz, kicsit fölcsigáztak az utóbbi időben. Nem tudom, mi történt, esküszöm! Mint kiderült, egy hónap nem beszéltél a lányommal. Ami... Nem! Nem fantasztikus, mert oké, összetöröd a szint, stb. Kérdezett tőled valamit? Kérdez. De húzol gumit a faszodra? A lányommal szeretkezel! Most mondtam, hogy Tripperre van, ott húzni gumit a faszomra! Hát miért húznak gumit a faszomra? Védekezni jó apá! Hát miért kezdtem, kihúztam előtt a húztat! Nem, Ami! Ne! Fogok gumit húzni a faszomra, nem húztam, nagyon bánom! És úgy vetszellek, Dimivel? Igen, van valami baja? Baja? Gyarapodunk, jó apám, gyarapodunk! Hát azt mondtad, hogy cső!
szépen a mai alkalmat, ez volt a mai Felcsúti Analista Színház Impro Training, és akkor visszállt egyrészt jövő héten, ugyanekkor, illetve holnap, aki tud jönni, akkor az tök jó lenne, tudna jönni a klubra. És köszi szépen a figyelmet!